Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves gyerekek, óvónéniket és a pedagógus kollégáimat. Azért jöttünk össze most, hogy a múlt héten biztos tudjátok, hogy volt a költészet napja, és annak tiszteletére rendeztük ezt a mesés, zenés délelőttöt. Két, láttátok, előadóval itt mellettem, Sás Károly és Sás Ildikó, ők írták ezt a könyvet, és most ennek a könyvnek lesz a mesés, zenés bemutatója. Reméljük, jól érzitek magatokat, minden testületnek az előadó és a szerző egyben, hogy ti jól érezzétek magatokat, tőletek azt kérjük, hogy ha lehet, akkor aktívan vegyetek részt, kapcsolódjatok be a műsorba, ha pedig figyelni kell, akkor csendben figyeljetek. Akkor adjuk át a szót a szerzőnek. Köszönjük szépen! Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek! Köszöntöm a pedagógus kollégákat, köszönöm, hogy elhozták a gyerekeket, köszönjük, hogy meghívtak bennünket itt a Bogácsra. Ahogy hallottátok, egy könyv alapján készült zenés meseprogramot fogunk most nektek bemutatni. Egy könyv, amelyben mesék vannak, versek, és azok a versek még zenét, meg is vannak zenésítve, tehát dalok. Úgyhogy mesék, versek és dalok. Meg tudná-e nekem valaki mondani, hát különösen a nagyobbak felé nézek, mi az, hogy író-olvasó találkozó? Mi kell ahhoz, hogy író-olvasó találkozó legyen? Tessék, szabad mondani, igen? Az, hogy aki elolvassa a könyvet, és aki írta a könyvet. Nagyon okos válasz volt. Mindenképpen felerősítem a gondolatodat, tehát ahhoz, hogy létrejöjjön egy író-olvasó találkozó, szükség van egy íróra, itt most éppen kettő is van, és olvasókra. És akkor már is létrejön. Kellett valaki, aki megírja a könyvet, ezt mi ketten írtuk Ildikó nénivel, engem pedig, ahogy hallottátok, úgy hívnak, hogy Karcsi bácsi. Mi ketten írtuk ezt a könyvet, és ketten mutatjuk be nektek a meséket, a verseket és a dalokat. Át is adom azt, hogy Ildikó néninek. Én szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, és minden kedves jelenlévőt. Ezt a könyvet, amit a Karcsi bácsi éppen a kezében tartott, ennek ugye a különlegessége, hogy hallottátok, hogy nem csak betűket tartalmaz, nem csak írott szöveget és illusztrációkat, hanem zenét is. És az a zenét, amit a CD-t tartalmaz, a Karcsi bácsi írta, és mi nem csak írói vagyunk ennek a könyvnek, hanem mi zenélünk is. Karcsi bácsi zeneszerző, dalszerző, amelyet billentyűs hangszereken játszik, énekel, én magam énekelek, fúvós hangszereken játszok, fúvós hangszereken, és ezekből egy párat el is hoztunk ide nektek, bemutatjuk, hogy lássátok, hogy ez a CD milyen hangszerekkel készült a zene. Milyen hangszerek szólalnak meg ezen a CD-n, a zenében. Be fogunk nektek ezekből is egy párat mutatni. Úgyhogy ez egy nagyon különleges író-olvasó találkozó, mert itt ugye nem csak felolvasunk nektek, hanem zenélünk, és még sok más egyebet is csinálunk. Ahhoz persze tudnom kell, hogy szeretitek egyáltalán a meséket? Igen! A zenét is szeretitek? Igen! Szerettek ritmus tapsolni is? Igen! Szerettek énekelni is? Igen! Szerettek táncolni is? Igen! Szerettek kiabálni is? Igen! Nagyon megy, ez nagyon megy, hát ezt most mind együtt fogjuk csinálni, sőt még egyebeket is veletek. Úgyhogy mi nagyon örülünk ennek a programnak, és reméljük, hogy ti is velünk együtt nagyon jó, egy órát fogtok eltölteni. Akkor induljon is, azt hiszem, a meseprogram, de a Karcsi bácsát beállítom, mert nem jó. Közben, amíg az Ildikó néni, hát ti már tudtok olvasni, és látját már kivétel az omisok, látjátok, hogy az egyik plakáton azt írták föl, hogy Csillagkúr együttes, a másikra meg az, hogy Csillagkúr zenekar. Ez azt jelenti, hogy nekünk, Ildikó néninek és nekem, tehát nekünk van egy öttagú zenekarunk is,
De most nem zenekari produkcióval jöttünk ide hozzátok, ez nem zenekari koncert, hanem ahogy mondtuk, írólvasó találkozó. Ezért viszont a zenét csak elhoztuk, mégpedig gépen, hát egy iPad-en hoztuk el nektek a zenét, most nem a zenészek jöttek, de ugyanolyan izgalmas lesz ez is. Azt mondtátok, hogy szerettek tapsolni. Ki volt az, aki azt mondta, hogy szeret tapsolni? Föl a kezeket mind, aki szeret tapsolni? Na figyelem, akkor most már be is mutathatjuk, hogy hogy tudunk együtt tapsolni. Hogy jó magasra föl a kezeket mindenki. Csillaghúr, és ha jól meg, ki az, tudtok ti már számolni? Igen! A ötödik már felejtettek biztos. Meg tudjátok számolni, hogy hány szirmocskája van a kis viráglánynak? Nagyon ügyesek vagytok, így van. A mi kis viráglány Csillaghúr, ha megnézitek, milyen formája formája ruhácskája, világítja. Nem a színe, formája milyen. Milyen formája van? Így van. Vagyis szerintek ez honnan érkezett hozzá? Mondja, nem kell jelentkezni. Mert így van a Csillagországból. Pontosan. És hogy hogyan elmesélem nektek, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, hogy mik vannak a mesében, minden lehetséges. Képzeljétek el, ki az, aki látott már hulló csillagot? Láttatok már? Ti is? Igen? Azt is tudjátok, hogy mit szoktunk olyankor csinálni, mikor hulló csillagot látunk? Kívánni. Így van. És ti nagyon biztosan azt is tudjátok, hogy melyik hónapban lehet a legtöbb hulló csillagot látni. Pontosan. Úgyhogy hamarosan most már, amilyen gyorsan szabad az idő, augusztus lesz, és akkor lehet az egyet fürkészni majd sötétedés után. Lehet sok hulló csillagot látni. Na, ilyen hulló csillag, ugye lepottyant a földre, de nem akárhová pottyant, hanem a Karcsi bácsinak van egy óriási nagy kertje, olyan, mint egy park. És oda pottyant ez a hulló csillag. És hozott magával egy picike kis csillagmagocskát. És mi történik akkor, amikor egy magocska belepottyan a földbe, meglocsolgatja az eső, megsütögeti a napocska, mi lesz a magocskával? Ki kell, így van, és lesz belőle először egy kis palánka, majd nő növöget, és egy szép lapon megjelent rajta egy bimbó, és hogy hogyan született meg Csillaghúr, Karcsi bácsi elmondja nektek. Mondta az Ildikó néni, hogy a Karcsi bácsinak van egy nagy kertje. Nagyon szeretem azt a kertet, az is igaz, de legalább annyira szeretek sétálni a természetre. Szoktatok a természetben sétálni? Nagyon jól teszitek. Én minden egyes sétámon találkozom valami nagyon érdekes dolgokkal. Lehet, hogy pontosan egy katicabogár az a nagyon érdekes. Lehet, hogy egy tücsök, és így tovább. Nekem ez már elég, ők már nekem rögtön egy mesét gyújtanak a fejembe. Ki az, aki már közületek próbált mesét írni? De jó, például ide is jövök egy kicsit közelebb. Te, ez a kisfiú, aki most ott a póra van a kezelet, de miről szoktál írni? Vagy mi az, amin gondolkodsz, hogy most mesét csinálsz? Mesét azon, hogy egy kicsit elvesztette az apukáját, és segítenek neki a kulártani visszajönni az apukáját.
Ez nagyon izgalmas. Ki az, akinek még más mese is? Mondja kicsi. Hogy egy gyerek egyedül van, és oda jön hozzá valami kis állat. Aztán ők a barátok. Hát ez nagyon szép. Én azt mondom, írjátok meg, te is írd meg, meg ezt is. Ez nagyon izgalmas. Hányadikos vagy? Második. És te? Elsős. Na hát akkor még a lehető legjobb nyáron már biztosan le is tudod írni. Hogy is kezdődnek a mesék? Hogy kezdődnek a mesék? Hát, hogyha már egy meséskönyvet tartok a kezemben, hát akkor csak is úgy kell kezdődjön ez is, hogy egyszer volt, hol nem volt. Ki az, akinek szokott mesélni az anyukája? És ki az, akinek az apukája szokott mesélni? És ki az, akinek a nagypapája? Nem mondod, most viszont egy igazi nagypapa mesél meg, mert nekem is vannak ilyen kisunokáim. Egyszer volt, hol nem volt? Kerekerdő rejtekén, zöld erőjét közepén született a világban egy tötön pici palánta. Gyengét szelő símogatta, lágy eső locsolgatta, sejmes napfény melengedte, s képzeljétek, egy reggel kibontott a fényes haját. Sugárzóan szép mosolyát csodálta a sok kis barát, akik már nagyon várták érkezését, és csak úgy nézték, köré ültek, álmodtak a csoda láttán, ilyet föld még nem volt ott a hátán. Nézzétek csak a lebben csillagruhácskája, mozdul kecses lábacskája, bíborajkát csücsöríti, torkán halkan köszönni, s lám megszólal a kicsinál. Köszöntelek, te szép világ, szólt csillagúr, és ezzel kilépett vezér bölcsőjéből. Körbenézett, nézett jobbra, nézett balra, és elmosolyodott, mert kiket láthatott maga körött. Szerintetek? Állatokat. Mi állatokat? Mutatva a Karcsi bácsi. Például. Közelebb is jövök. Milyen állatok vannak, hogy csillagúr körülnek? Mutatom. Igen. Hát, ha látjátok itt az asztalon, eljött velünk egy pár barátja, és biztos ki is találjátok, ő minek néz? Hát, ha ő leveli béka, és az a neve, hogy Ukron. Ukron a leveli béka. Ki látott már leveli békát? Nagyon szeretjük a leveli békát. Hol szeret a leveli béka? Melyik a kedvenc fája, ki tudja a leveli békának? Mondjad, nem kérdezik. Nem. Melyik a kedvenc fája? Melyik fája? Melyik fát szeretem? Mondjuk, álljuk el. Ott szeretem leveli béka leginkább hintázni a fűszva ágon, és nagyon neki szép hangja van. De van ám olyan béka, mint például a kecske béka, ki ismeri a kecske békát? Aztán hát, jó erős hangja van. De a leveli békán nagyon szép. Itt van még egy kis barátja, az okos barátja. Ő pedig a mókus kislányunk, és az a neve, hogy Morella. Ő Morella, a kis mókus lány. Morella. Aztán még kiket nem láttok itt mögöttem. Ő kinek ő is barátja a csillagúrnak. És most egy találós kérdés jön. Kitaláljátok, hogy milyen állatra gondolok, hogyha elmondom nektek, hogy hogy néz ki. Kicsi, szőrös, sötétbarna, fekete színű, szárnya van, de nem madár. Nem is pillangó. Már itt, és itt elfér a Karcsi bácsi napolyan. És most tulajdonképpen aludna, mert ő éjszaka vadászik. Így van. Ő Deni a zenevér, és eljött hozzátok. Direkt fennmaradt, nem alszik most.
És született Danny Denevér meséjéhez, ami a könyvben található, egy dal is, amit most előadunk nektek. És ha valakinek van kedve a kis Dennyt repkedni az ujján. Igen, az a meseíró kisfiú, te is gyereki, olyan okosat mondhatod, melyik kezeddel leszel? Ezzel, húzd az ujjacskádra, gyere, neked is keresünk valaki. Ki ismeri föl ezt a kis Oldamúr, ki hallott már ilyen nevet, hogy Oldamúr? Gyere ide előre a pillanat! Hallottatok már ilyen nevet? Egy bős magyar nép, Oldamúr Csillagúr barátja, Szita kötő. És még egy kislány keresnék, azt mondja, hogy Csillagúr! Szita kötő! Hát olyan... Szita kötő! Gyere, állj ide, te is közétre! Na, akkor van nekünk egy Deni, egy Denevér, van egy pillangó, igen, és van egy szikapot. Így van. Most elénekeljük Deni dalát, ti pedig kíváncsi vagyok, hogy tudtok-e majd velünk tapsolni egy olyat, hogy olyan ritmust, hogy tá, 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 tá. Megpróbáljuk meg? Megpróbáljuk? Megpróbáljuk! Tá, tá, tá. Bravo! Amikor a Garcsi bácsi ült, akkor beszálltok ebben a dalba ezzel a ritmussal. Indul a bóta, ki pedig röptetitek? Denevér, öleg én, törszányod a holdig ér, de hogy ér az odáig, csak a földből úgy látszik. Denevér, öleg én, a sok szúnyog tőled fél, a sok szúnyog, ha féljen, elkapom, hogy ne csígyen. Menjetek már egy körbe, tehát fal mellett, jó? Egymás után, hogy közelebb is lássák ezeket a kis röpülő lényeket. Denevér, bőrekért, tudod mi a pipitér? Nem nézek én világot, mindig éjjel balászok. Mert nappal alszik, így van, éjjel balászik. Denevér, bőrekért, bőrszárnyod a tóba ér. Nem ér bele a vízbe, én csak iszom belőle. Lány. A kis pillangónkat mozgatta. Neved? Mondd a neved. Zsófika? Mondja, mit szíves? Pozsomai? Pozsomai Ramona. 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 Köszönjük szépen, Ramona. Igen, és a Deni? Denit mozgatta? Kagyok, Bendegúz. Bendegúz. Na, Bendegúz. Látod, a következő kötetünkben van egy kis állat, aminek az a neve, hogy Bendegúz. Ha érdekel, hogy ki, akkor köszönjük szépen, mert ezt átveszem tőletek, nagyon ügyesen mozgattál. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hanem itt a Karcsi bácsinak van egy varázslatos ládája. Inkább még ilyen kis lapos ládás. Ebben meglepetések vannak. Mielőtt még az ötödikesek, meg a kik harmadikosok, nyújtsa fel a kezét, három, négy, öt. Mielőtt ti azt mondanátok, hogy most akkor Karcsi bácsi, hát
óvodásoknak hoztuk ezt a műsort, akkor megnyugtatlak benneteket, hogy most jönnek az izgalmas dolgok, ami már nektek is áll. Ebben a ládában pedig vannak különleges hangkeltő eszközök és hangszerek. Most az óvodásoktól kérdezem elsőnek, mi van a kezemben? Hát egy építőkocka, igaz? Igen, ám, de azt mondtam, hogy ebben a ládában hangszerek és hangkeltő eszközök vannak. Akkor ez? Hát ennek szólni kell, hát itt mindennek valami hangja van. Na, akkor most mi van a kezemben? Furja! Furja? Hát hogyha ez furja, akkor ez mi? Az a furja! Hát ez a furja, ez meg? Sí. Ez meg sí. Na, így szól. Ezzel még így beszélgetni is lehet. És akkor most egy nagyon izgalmas dolgot mutatok. Most mi van a kezemben? Dió. És most mi van a kezemben? Magyar. Hát nem. Óriás magyar, óriás országból jött. Óriás magyar, de ez nem képzeljük el. Annak volt igaza, hogy van igaza, aki azt mondja, hogy ez egy korpusz dió. Ez nem terem Magyarországon, még bogácson sem. De dió, igen. Igen. Na látjátok, ezt a következő képen Karcsi bácsi átfűrészeltek, itt a nyomat, megettük. Milyen színű a kókusznak a belső? Nagyon finom, bárhány, de finom. Majd pedig kavicsot tettem a helyére, visszaragasztottam és már lett itt belőle egy jó kóka hangszer. És itt a kezemben ezt a diót pedig egy fél dió. Egy kis lapocskát ragasztottam rá, lyukakat fúrtam, egy sípot, és hallgass meg, egy igazi dió hangszer lett belőle. És így tovább. Hát akkor rajta. Na, visszaadom a szót Ildikó néninek. Pedig egy újabb kis barátját Csillag úrnak szeretnék nektek bemutatni. Hát, ha kitaláljátok, mert ő is szőrös, ő is kicsi, de nincs szárnya, kicsike füle van, hosszú farka. És ha mezőn lakik, akkor milyen egér? A mi kis mezőjegérként meg volt Karcsi bácsi zsebében, eljöttem hozzátok ő is, és úgy hívják, hogy Dönci. Nézd meg, először is Hunzut, és először a farkincáját tudja kinézni. Utána pedig, kukukucskám, itt a Dönci. Dönci-be képzeljétek el, hogy hogy ismerkedett meg vele Karcsi bácsi. Télen ugyanítve ősszel, késő ősszel, Dönci-be, amikor már nem talált élelmet a mezőn, beköltözött a Karcsi bácsihoz. Fogta a kis batyuját, mit pakolt bele szerintetek? Kis batyuját, elemózsiát. Milyen elemózsiát? Sajtot? Mezőről? Belepakolt a kis batyujába, és elindult a házak felé, házak irányába, város, falu, stb. A mi kis Dönciként a Karcsi bácsi házát vette célba. És képzeljétek el, hogy nem is bántam, ugye azért én nem örülnék, hogyha az ágyatok alatt elszalad negyekén. Hát én sem örültem neki, de csak egy darabig nem örültem, mert utána azt mondtam, de jó volt, hogy jön a legérke, akkor írok rólad egy mesét. Így is történt. És nem csak mesét írt róla Karcsi bácsi, hanem még egy dalt is. Dal is született hozzá. És így kezdődik a vers, ami ugye a meséből született. A mezei egérke jól el van a mezőbe, egész nyáron eszeget, elzavar sok verbet. Talán búza szemeket, szemmel tartja az eget, surran az egérjukba, ha egy öny megijasztja. És így tovább, de a többit majd a dalban meghallgatjátok. Még egy fontos dolgot azért még egyszer megmutatom a kicsit kedvéért, meg egy pöttyös patyú van a hátán, és
tisztáztuk, hogy magvakat hozott, és úgy jött a faluba. Eljöttem hozzánk, nem csak mezélyekért, hanem Na, kicsoda? Hát a nagynénye. A nagynénye. Képzeljétek el, a nagynénye eljött a... Meglátogatta őt is a Karcsi bácsinál. A nagynéni is meglátogatta a Karcsi bácsit, és nagyon örültünk egymásnak. Képzeljétek el. Ki az, aki szeretné ezt a két kis figurát kezébe hozni vele? Igen, és még esetleg, ki szeretné esetleg még a Morellát is az a helyzet, hogy majdnem mindenki jelentkezett, és hát ennyi bábunk nincsen. Viszont van varázslabdák. És ezek a varázslabdák segítenek kiválasztani a bábozó gyerekeket. A játék szabály pedig az, hogy Karcsi bácsi dobja, aki elkapja, kijön és választ egy bábot. Még egy fontos. Aki föláll, oda nem megy a labda. Még egy fontos dolog, hogyha elkaptad, kitépjél, egymás kezéből nem szabad. Indulhat a játék? Igen! Figyelem! Kapd el, és hozd ki a labdát. Kezedben van, elkapod, és választod egy lábot. Nektek az a feladatotok lesz, hogy tapsoljatok majd el egy olyan ritmus, figyeljetek csak, úgy hangzik, hogy tá, tá, ti, ti, tá. Tudtok ilyet tapsolni? Akkor egyszerre mondok, rajta, tá, tá, ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá. A Karcsi bácsi majd mutatja, hogy mikor jön ez a tá-tá-tí-tí-tá. Na, most figyeljetek, mert kimegyünk a mezőre. Még előtte, mielőtt kimegyünk, egy kis hangulatkeltő ebből a varázsdobozból, bocsánat, kicsim. Karcsi bácsi kezében van egy kis figura, már nagyon sokféle egy cita. Cita! Én is elsőre kitaláltam. Most legyél csendben. Figyelj! Nagyon ügyesek vagytok. Most ezzel a tücsökkel, kimegyünk a mezőre. Hallgassuk. Hagyjuk a mezőre. De jó hangja. És indul a dal. Az eső is elerett.
Tudtok énekelni? Igen! Csigás dal! Valamilyen
Tudod, hogy a gyerekünk ismeritek? Figyelj, én most a fúrián megszólaltatom, hogy így ismeritek-e. Így szól. Így ismeritek? Igen! Ildikó néni is segít egy kicsit, és kérem szépen még a felnőtteket is, aki ismeri a dal, mert a Korcsival is a dörgülő hangja van, és a gyerekek ezt nem szokták átvenni. Figyelem! És! Szia Csabikám! Előbújtál, olyan szépen énekeltek a gyerekek, hogy előbújtál, igaz? Nagyon szép volt, nagyon szép volt. Csabika is nagyon szeret énekelni, szerintetek tud énekelni? Van mindjárt. És senki nem hallott Csigát énekelni? És te? De a Csabika most tanul énekelni, képzeljétek el. Van egy... Eljött, így van, énektanára. Énektanárnéje van. Meg Karcsi bácsinak különösen a frizurája nagyon tetszik. Lehet, hogy ez volt egy új divat. Mert már professzor. Igen. Na, akkor hallgassátok csak meg, hogy ez az énektanárnéni hogy tanítja a Csigát énekelni. Psst! 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 Nem hallottam. Mondom én, hogy ez a Csiga fog énekelni, figyelj! Na most ki is tudjuk a Csigával énekelni? Hagyd hagyja! Figyelj, jól figyeld meg a hangot, és akkor el lalázva. Figyelj! Na kedves ének találni, hogy üljél ideg a lázikónak, így. Azt mondja nekem Csabi, hogy biztos, hogy ti is tudtok velem. Most énekelek valamit, és próbáljátok visszaénekelni, jó? Figyelj! La 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 la! Aztán meg a közepén jöttem.
csináltál, Buddha csíkra, lyukat vágtál a levélre, azon estél át a földre. Figyelmét ide vonni, ide előre, ahol mi vagyunk, és hoztam nektek is egy-két olyan izgalmas dolgot, ami egészen biztos, hogy elnyeri a tetszéseteket. Például itt van egy egészen különleges dolog. Hiába mondta, kérdezném, hogy mi, úgyse találhatok ki. Figyelj! Egyet elmondok, hogy illetve mutatom, először is el kell használni. Egyik bajusz, másik bajusz, ide jövök közelebb a Vildigó nénihez, mert azért gondolhatják, hogy igazgatom a bajuszomat, mert ezt akkor szájjal kell megszólaltatni. Hú, de különleges hangszer, és ráadásul képzeljük, hogy nagyon-nagyon messziről jött. Egyenesen Vietnámból. És így tovább ezzel lehet egész estig. Nagyon tetszik, ugye? Na, akkor ez volt az egyik, és most elmondom, hogy azt hiszem, Ildikó néni el is mondta, hogy a CD-nket, itt még egyszer mutatom, hangstúdióban kellett fölvenni. Ott van a hangstúdióban, ahol ugye a zenét szokták fölvenni. És ebben a hangstúdióban szükség volt nekünk egy különleges hangzásra. Nézzétek csak ide, ötödikeseknek megint, meg a nagyobbaknak, mi van a Karcsi bácsi kezében? Hát igen, a Karcsi bácsi már olyan öreg, hogy amikor elkezdek inni, akkor bizony már legyen benne valami. Ez viszont nagyon huncut, bökre, de egyrészt lóg belőle valami, másrészt meg... Soha nem találnátok ki, de megint ide jövök a mikrofonhoz. Annyit elmondok, hogy ezt a stúdióban használtuk, és most figyelj! A ritmus, és hogy tudjuk, hogy miért nagyon fontos a ritmus az életünkben, azért a nagyobb akkor megkérdezve majd hátul, hogy bizony, neked már van biológia órátok? Környezetismeret? Akkor áruljátok el nekem, hogy mit tanultatok bennünk emberekben, hol van ritmus? Na, ott hátul jöhetnek a válaszok, hogy meg ne szólalj, Istenem! No? Szabad a gazda? Hát mi dobog itt nekünk? Na, és az ritmusban dobog? Akinek nem ritmusban dobog, az most nem ülne itt igazából? Annak szívritmus zavara lenne, és biztos, hogy nem ülne most itt közöttünk. Vagyis ritmusban dobog a szívünk, így van. És mi van akkor, ha nem dobog, ugye? Hát akkor... Vagyis a ritmus, látjátok, milyen életfontosságú. Ezt most megtanultátok mind. Van egy kis madár, aki nagyon ritmusos. Ki ismeri ezt a kis ritmusos madarat? A fakopáncs, így van. Ki tudja, van még másik neve is a fakopáncsnak? Vagy? Fakopáncs vagy? Harkály, így van. És hol él a harkály? Hol lakik?
dolgokat. És ennek a harkának van egy nagyon játékos tulajdonsága, a gyerekeket szeret, gyerekeket szeret ritmus tanítani. Hallgass meg, kíváncsi vagyok, hogy vissza tudod-e tapsolni. Megint egy csendbe, harkánkon nem tud dolgozni. Ha nem figyelted meg, ne tapsolni, állj, előtt meghallgatod és utána. Figyelj, jól figyeld meg. Most egy nehezebb. És most, hogy a negyedik, ötödikesek sem unatkozzanak, figyelj! Majdnem jó volt. Mi volt az az utolsó ritmus? Szinkrópa, tá-tá. Na most figyelj, Illikó nénike. Így van, most már előkészítettük a kezeinket, ugye, azok is bemelegettek, ugyanis most rájuk lesz szükségünk a következő dalnál. Ki az, akinek van 10 ujja, emelje magasban? Valakinek 11? 5-ben már 11 szokott, igaz? Na és? Azért nem mered megmutat. Most figyelj, most csukjál be minden kezeden annyi ujjadat, hogy csak egy maradjon nyitva gyorsan. Az összet csuk be! Azaz! Azaz, egy ujjacska marad. Nagyon ügyes. Ki az, aki ezzel az ujjával tud nagy köröket csinálni? Csak az ujjaddal, csak az ujjaddal. Zongoristák lesznek, igen? Nagyon ügyesek. Na figyelj, én most mutatok nektek valamit, és azt megpróbáljátok utánam csinálni. Karcsi bácsi, fölolvas hozzá egy verset, mielőtt eldobod. Na figyelj, jól nézzétek a kezemet. Ujjacskák magasban. Ildikó nénit néz, és kip-kop, fakopáncs, mit farigcsálsz, kicsi ács? Ott vasfákat faragok, ott vannak a kukacok. Kukacokat kiszedem, munka után megeszem. Kip-kop, fakopáncs, hol a házad, kicsi ács? Fagodú az otthonom, télen-nyáron ott lakom, elfáradok, hazaszárok, ott várom a madárpálmot. Nagyon ügyesek vagytok, most ezt zenével együtt fogjuk csinálni, egy kicsit gyorsabb lesz, de megismételjük az elején, mindenkinek menni fog. Na figyelj, hadd lássam a kis ujjacskáitokat. A fakopáncs hangja már szól is az erdő felől. Vasfákat faragok, ott vannak a kukacok, kukacokat kiszedem, munka után megeszem. Nagyon jó, még egyszer megismételjük, ugye? Kip-kop, fakopáncs, mint farigcsász, kicsi ács, ott vasfákat faragok, ott vannak a kukacok, kukacokat kiszedem, munka után megeszem. Különleges hangszereket, de a
leges, legkülönlegesebb itt van a kezemben. Mihez hasonlít ez a dolog? Ebihalhoz. Képzeljétek el, megkérdeztem az egyik társaságtól, hogy mit gondolnak, mi van benne, és mit azt mondták, hogy ebihal. És a Karcsi bácsi azt mondta, hogy ebben van. Ebihal. Hát, ez nem más, mint egy hangszer. Mit gondoltok, ez miből van? Tök. És miből van ez a három síp? Nem, hanem bambusz. És képzeljétek el, ez olyan nagyon régi hangszer, hogy már 2000 éve is használták, és a Karcsi bácsi ezt egyenesen Kínából kapta. Majd hallgassátok, mert ott szól, ez a nagyon régi hangszer. Furcsa hangja volt, érdekes, ugye? Ha nem itt a színpadon vannak még különleges hangszerek, ki az, aki szeretne venni muzsikát? Hát akkor például megkérdezem, hogy ki az, aki ezzel a dobbal szeretne venni muzsikát? És ki az, aki ezzel a dobbal szeretne venni muzsikálni? És ki az, aki ezzel szeretne ezzel a... hangszerű? Akkor viszont megint segítségül kell hívni a varázslatát. Mert ennyi hangszerű nincsen. A játékszabály változatlan. Aki elkapja, kiszalad vele, és hangszert választ. Rendben? Egymás kezéből kidépni tilos. Válasz egy hangszert, Lili Kulin segít. Kérem, meg köszönöm, kérem szépen a dobot, vagy mit dobni való. Jó, hátrább jövök, hogy ne maradjanak ki ebből az örökből. Aúú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 
Jó! Hozzá! Vigyázz előes! Jó! Na most az a kérdésem, hogy miután itt kuzsikusok vannak, viszkentők itt a széle, gyertek én felém, gyere egymás mellé, úgy egymás mellé, nagyszerű, egymás mellé. Akkor most az a kérdésem, hogy szólaltassátok meg ezeket a hangszereket. Hagyj szóljon! Figyelj rá! Állj! Csend! Csak akkor fogtok kuzsikálni a dalban, amikor a Karcsi bácsi vezénye. De akinek nem jutott hangszer, az akkor taps. Majd akkor tapsoltok, amikor mutatok. Készen állunk? A következő dalunk a szélgyerekről szól. Állj! Mit csinál a szélgyereke? Hajlatszani támad kedve tavasszal. Tavasszal táncoltak sok virág, szirmok röptek, ezer pingpong magot. Felkap színes madár tollat, korzolja a szalmakazdot. Na, beszámolunk! Beszámolunk! Készüljetek! Egy-két rajta! Vágyom én a dolgokat!
még egyszer. Egyszer a taksis, hangzat. Figyelem! Akarunk nézzébe? Beszámolunk. Hangzat is. Egy, két, három, négy. Színpadra. Hát, most már majdnem úgy éreztem magam Ildikó néni, mint amikor a zenekarral állunk a színpadon. Ilyen nagy zenekarral, ügyesek voltatok, jó ritmus érzékű gyerekek voltak itt most Ildikó néni. Nagyon jól szórakoztunk, így van. Nagyon jól szórakoztunk, hogy olyan gyorsan elment ez az egy óra, hogy már végére is értünk a programunknak. Mit csináltunk mi ez alatt az egy óra alatt? Közösen. Mit meséltünk? Meséltünk. Énekeltünk. Tapsoltunk. Bávoztunk. Zenéltünk. Füttyültünk. Hú, hát olyan sok minden semmi, de egy dolgot még nem. És búcsúzóul szeretünk mi feletek egy még pedig elárulom nektek, hogy Csillagnak nagyon szeret táncolni. Úgyhogy most ez következik, ahhoz viszont az kell, mindenki álljon föl a székről, álljatok föl. Álljatok föl, én ide állok elétek, hogy lássátok, hogy hogy megy ez a tánc. Ez az. Nagyszerű, ügyes. Figyeljétek, hogy én hogy mutatom, és együtt fogjuk most eltáncolni búcsúzóul Csillagúr dalát. Na figyelem! Készen álltok? Magasra a kezeket! Kezeket magasra! Egymásról egy fontos dolgot,
akinek van kedve, a nagyobbaknak különösen, a honlapunkon meglátogatni bennünket, örömmel veszünk, csillagkult.hu, lehet tovább dalokat hallgatni, lehet nekünk rajzolni, lehet meséket írni, örömmel látunk benneteket. És csillagkult dalát is, a csillagkult óriás báb videón megtalálható. Néniknek mondom például, hogyha a gyerekekkel el szeretnék táncolni, a koreográfiátot meg lehet találni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöhettünk hozzátok, köszönjük a meghívást, köszönjük a figyelmeteket, nagyon jól szórakoztunk veletek. Hamarosan megjelenik Csillagkult és barátjának a második kötete, a piros színű, és lehet, hogy ennek kapcsán majd találkozunk veletek még egyszer. Úgyhogy úgy köszönünk el tőletek a Karcsi bácsival, hogy a legközelebbi viszontlátásra! Szép napot és jó étvágyat kívánok!